A Mercantil Bank MB2-es bajnokság 8. fordulójában a listavezető Vasas fogadta a 8. helyet elfoglaló Sziget-Szent Miklós csapatát. A mérkőzés kérdései azok voltak, hogy az angyalföldiek felállnak-e a szolnoki 3-2-es vereségből, és visszatalálnak-e az első 4 fordulóra jellemző győzelmi szériához, illetve hogy az utóbbi 6 forduló óta veretlen STK Erimának sikerül-e tartani ezt a pozitív sorozatot. A Vasas eddig mind a 3 hazai bajnoki mérkőzését megnyerte, míg a Sziget-Szent Miklós idegenbeli meccsein mindig ponttal távozott. Szanyó Károly, a hazaiak vezetőedzője 5 helyen változtatott a Szolnok elleni kezdőcsapathoz viszonyítva. A kapuba Hermány került. Grúg sérülése után vállalta ismét a játékot, Polini lett a balhátvéd, és Gál tért vissza a védekező középpályás posztjára. Vágó Attila, a vendégek vezetőedzője múlt heti kezdőcsapathoz képest ezúttal kollégának és Kállainak szavazott bizalmat Barnával és Kvekvesvérivel szemben. A találkozót Takács János vezette. Segítői Szilágyi Norbert és Tőkés Róbert voltak, míg a tartalékjáték vezetői teendőket Weiser Roland látta el. Az első gólhelyzetre az 5. percig kellett várni, amikor Remili szabadrugását tenyerelte ki a nagyszerű napot kifogó horvát. A 11. percben Jazarevics harcolt meg egy labdáért a jobb oldalon, elvitte Nagy Dániel és Grúz között, majd Hevesi Tóthoz passzolt, aki 15 méterről gyengén találta el a labdát. A 16. percben Nagy Tamás indította Remilit, akit Kornis feldöntött. Büntető. A 11-est a sértett a jobb alsó sarok felé lőtte, ám Horváth szögletre ütötte a labdát. A 35. percben Nagy Tamás baloldali beadását a rövid saroknál érkező Ferenci 5 méterről centiméterekkel fejelte a jobb kapufa mellé. Az 51. percben Grúz tört előre, Bereczhez passzolt, aki tovább tolta Remilihez, akinek jobb lábas lövése szerencsésen elakadt Horváth kapus lábában. Az 59. percben Szabó Bence fűzte át magát egy védőn, visszagurítását Szepesi 10 méterről rálőtte, ám Hermány szögletre ütötte ki a labdát. A következő nagy helyzet során Gál, Nagy Tamás Gál volt a labda útja. A visszakapott labdát a Vasas játékosa 18 méterről kapura bombázta, ám Horváth ismét bravúrral szögletre tenyerelte a játékszert. A 76. percben Rodenbücher passzolt Bereczhez, aki 22 méterről életerős bombát küldött a kapu felé, ám a labda centiméterekkel elkerült a bal felső sarkot. A 82. percben Polini ívelte be a labdát, amit Ferenci a 11-es pontnál megcsúsztatott, ám Horváth gyönyörű vetődéssel kitolta a bal alsó sarok felé tartó labdát. A 88. percben Grúz és Kvekvesvéri csapott össze a Vasas tér felének közepén. Grúz megsérült. Takács azonban tovább engedte a játékot. A labda az STK-nál maradt, Jazarevicshez került a labda, akinek sikerült középre adnia. Az érkező Szepesi 7 méterről csukafejessel vétetetlenül juttatta a labdát a bal felső sarokba. 0-1. Szinte egy kapuzott a hazai együttes, de gólt ezen az estén nem sikerült elérniük. A Vasas ezzel elvesztette hazai veretlenségét, és mivel a Gyirmót hazai pályán egymúlva legyőzte a Szeged csapatát, így 16 pontjával átvette a vezetést a bajnokságban, a második forduló óta élen álló angyalföldiektől, akiknek hátránya 1 pont. Az angyalföldiek a jövő héten a javítás reményében Szegedre látogatnak, míg a Sziget-Szent Miklós a sereghajtó balmaszt fogadja, amelyen komoly esélyük van a győzelem megszerzésére. Én azt gondolom, hogy nagyon fegyelmezetten, agresszíven védekeztünk. Igazán százszerékos helyzete nem volt. Voltak lehetőségei a Vasasnak, de nem éreztem bennük azt az átütőerőt. A 11-es, ha bemegy, akkor teljesen más a mérkőzés kimenetele. Akkor biztos vagyok abban, hogy onnét már nem bírtunk volna felállni. Kimaradt a 11-es, és akkor éreztem, hogy a ma kapusunk, aki szerintem a mező legjobb volt, nem fog gólt kapni. Hétközben nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy ezeket gyakoroljuk, mert csak ott tudjuk feltörni az ilyen beálló védekezést, kettős falat vagy hármas falat alkotó ellenfeleket. Hát ez a mai mérkőzésen sajnos nem sikerült. Megint csak azt tudjuk elmondani, hogy a kapusuk óriási bravúrokat mutatott be, ami nem ment fel minket, se a játékosaimat, se engem. És a másik pedig az, hogy és ezt már többször elmondtuk, hát sajnos ilyen stílusú futballra számíthatunk most már.